Dr. Tausz István gyermekorvos a vendégünk, és nagyon örülök, hogy itt van, doktor úr, mert most az előbb már elkezdtünk beszélgetni, és van egy kis félreértés a skarláttal kapcsolatban, ugyanis azt olvastuk több helyen, hogy ez a betegség eltűnt jó időre, most visszatért, és hogy most nagyon meg kell ijednünk, mert hogy most mi ez az egész. Mi ez az egész? Akkor tegyük ezt helyre. Megpróbálom röviden elmondani. Én azt gondolom saját tapasztalatomból is, meg az ANTS jelentésekből is, igazából nem tűnt el a betegség, és nem is növekedett jelentősen. De vissza lett szorítva valamennyire? Nem lett visszaszorítva. Tehát inkább én azt mondanám, hogy ha attól függ, hogy milyen intervallumot nézünk, mondjuk egy elmúlt 15-20 éves intervallumot nézünk, akkor 20 évvel ezelőtt ez egy nagyon súlyosabb betegség volt. Ma a nagymamák nagyon megijednek, hogyha az unoka skarlátos, mert az ő fejükben, az ő életkorukban ez egy súlyosabb betegség volt. Akkorban az időben 3 hétig otthon kellett maradni a gyermeknek, sőt az idősebbek emlékeznek, hogy egy piros cédulát rakott ki, akkor még kölyának hívott, ma volt cég, és 42 nap múlva, tehát 21 napig otthon kellett maradni, és 42 nap múlva, tehát 6 hét múlva pedig szintén egy ellenőrző EKG és vizeletvizsgálatra volt szükség, mert sokkal súlyosabb volt a megbetegedés, sokkal gyakrabban okozott szövődmény. Tehát ma ez egy enyhébb, sokkal enyhébb megbetegedés, ezeket a kötelező szűrő és ellenőrző vizsgálatokat fel is oldották, a kötelező zárlatokat is feloldották. Feloldott, régebben kötelező volt a közösségben, ha előfordult egy skarlát az egész csoportnak, mondjuk például az óvodában volt egy skarlát, akkor az egész óvoda megelőzésképpen antibiotikumot kapott, kötelező volt. És ennek az volt a következménye, hogy voltak olyan csoportok, szinte folyamatosan antibiotikumot szedtek, mert hol most volt egy skarlát, két hét múlva. Ma ezt is eltörölték, tehát nem súlyosbodott a betegség. Doktor úr, ugye itt a tünetek vannak, hogy duzzadnyel, magas láz, kiütések a testen, gyulladt torok, de mi zajlik az emberi szervezetben, amit az a skarlát? Van annak valami népi neve, vagy skarlát? Vörheny. Tehát ez a magyar neve, hogy vörheny. Nagyon vörheny. Fontosnak tartanám, tehát ezt egy Streptococcus nevű baktérium okozza. Ez a baci, így mondjam, lebecézve a kis baktériumot. Becézzük a bacikat. Igen, ez egyéb betegségeket is tud okozni. Leggyakrabban torokgyulladást, de okozhat középfőgyulladást, tüdőgyulladást is. És akkor hívjuk csak skarlátnak, és ez nagyon fontos, azt gondolom, ha kiütés is jelentkezik. Mert a Streptococcusnak az a fajtája okozza a kiütést, ami a bőrben egy toxin termelve létrehozza ezt a kiütést. Tehát kiütés nélkül nincsen skarlát. Tehát az alapvető elementáris része. Mikor kell arra gyanakodni, hogy a skarlát van, a kiütések jelennek meg akkor? Tehát a gyerek lázas, kicsit duzzad. Tehát magas láz, fáj a torka, körülbelül egy olyan 1-2 nap múlva jelentkeznek a kiütések, és nagyon fontos a kiütéseknek az elhelyezkedése. No. Mert legtöbbször a melegnek kitett helyeken, tehát hónajban, illetve lágy jégterületen jelentkeznek a kiütések, ott mellkason, a törzsön először nincsen, tehát ez is elkülöníti az egyéb kiütésektől, és még lázas a gyerek, szemben az egyéb vírusfertőzéses kiütéseknél, amikor lemegy a láz, és akkor jelenik meg a kiütés. Az arcon sokszor nincs kiütés, sőt a száj körül sápadt a gyermek, és a nyelven jellemző, ami itt is ide van írva, azt hiszem duzzad, mi úgy hívjuk, hogy málna nyelv. Málna nyelv. Málna nyelv. Ez azért málna nyelv, mert a nyelven van egy lepedék, és a lepedékek között pedig az ízlelő bimbók kidudorodnak, tehát olyan, mint a málna, ilyen kis dudoros lesz a nyelv. Csak ugye az van, hogy gyerek lázas, fáj a torka, akkor ember az egy jó megfázott, vagy influenzás lett, és ember nem rögtön nézi honnan jár a gyerek, most van-e ott a kiütés, vagy nincsen. Tehát a nyelv az, aminek a megvizsgálatával lehet meg? Nem, az nem a szülő feladata. Mi az a szakember? Én azt gondolom, hogyha lázas a gyerek, kiütése van, nem a szülő feladata a diagnózis megállapítása, mindenképp figyel orvoshoz, ahol a gyerekorvos vagy a vidéken a felnőtt házi orvos, ahol nincs külön gyerekorvos, diagnosztizálni fogja a skarlátot. Visszatérve még erre az előző angol cikkre, én megkerestem az eredetijét is ennek az angol cikknek, és egészen megdöbbentem, tudnék az van benne, hogy felhívják a szülők figyelmét természetesen, hogy vigyék el az orvoshoz, és 24 órán belül ne engedjék közösségbe. Na most ebben a mondatban az is benne van, hogy 24 óra után elengedik közösségbe, ezt még én egy agyrémnek tartom, és ezért is növekedhetett meg a skarlátos betegnek a száma. Meddig nem szabad engedni gyereket a közösségbe? 8 napig ne is találkozzon, mással én 2 hetet szoktam otthon tartani, mert a skarlát úgy gondol, hogy egy erősebb torokgyulladás, és utána azért pihennie kell a gyermeknek.
Ma már nem kötelező a vizeletvizsgálat, hogy említettem, régebben kötelező volt, de mivel ez nem egy fájdalmas vizsgálat, nem egy megterhelő vizsgálat, és a későbbi veseszövődmények kizárása és elkerülése véget, célszerű, nem kötelező, célszerű vizeletet, vizsgálatot végeztetni. Doktor úr, mennyire kell ettől tartanunk? Mennyire gyakori ez a betegség most, az előfordulása? Van, tehát közösségekben előfordul. Azt mondja, ez úgynevezett bejelentendő betegség, az azt jelenti, hogy ha az orvos diagnosztizálja a betegséget, akkor ezt az ANTS felé be kell jelentenie, tehát ezért tudjuk a számát. Az általában havonta 200 új megbetegedést regisztrálnak. 200-200. Ez általában így szokott lenni, tehát nem most azonnal, ez most új dolog, hanem... Nincs most jelentős, talán egy picit a szezon miatt, az évszak miatt megemelkedett, ez körülbelül a 2-10 éves korosztályt érinti leginkább, megemelkedett a megbetegedések száma, de nem jelentősen, nem drasztikusan, és nem úgy, ahogy ebben a cikkben jelezték. Doktor úr, bocsánat, hogyha én azt veszem észre, vagy arra gyanakszom, hogy a gyermekem skarlátos, akkor elvihetem önhöz a rendelőbe? A többi szülő az nem fog fejvesztve kimenekülni? Minden rendelőbe kötelez, nem, minden rendelőbe kötelez ünnep elkülönítőnek lennie, ja, igaz, aminek tényleg külön bejáratának kell. De amíg itt diagnosztizálva addig? Ja, tényleg, igaz, hát amíg nem tudom. Alapszabály az, hogy mondtam, hogy a skarlátnak kiütés az alapvető jellemzője, és minden kiütéses beteget, tehát ez nem a szülő feladata diagnosztizálni a skarlátot, minden kiütéses beteget az elkölőbe kell vinni, és ott majd az orvos diagnosztizálja, hogy ez skarlát vagy nem skarlát. Ez inkább gyerekekre jellemző, felnőttek is? Ahogy mondtam, 2-10 éves korosztály, és mivel nincs ellene védőoltás, és rögtön elkezdjük a kezelést, nem is alakul ki védettség ellene, ezt többször is el lehet kapni. Hát ez nem, régen, ez nem annyira úgy tudom, jó hogy hír. A régen ajtókra volt jelölve valahogy. Ezt mondtam, hogy ez a piros cizetlivel, hogy ebben a házban skarlátos. Így van, nem lehet kibenni, csak készfertőtlenítés, zárófertőtlenítés is kötelező volt. Tehát ez sokkal egy szigorúbb, rigorózusabb betegség volt. Nem, előbb azért kérdeztem, hogy például mumps meg ilyenek, vagy bárányhimlő, vagy mi, ami férfiakra nézve veszélyesebb, tehát a felnőttre. Úgy itt ilyenektől nem kell tartani. Itt ilyen nincsen. Ilyen, hogy most ez felnőtt korra, akár a nemzőképesség, vagy ilyen szövődmény nincsen. Veseszöv, tehát ha nincs kezelve rendesen, vagy nem kezelik rendesen, akkor veseszövődmény, belhártya gyulladás, izületi gyulladás, vagy reumás láz alakulhat ki, de ez ma borzalmasan ritka. Tehát előfordulhat, hogy magától elmúlik? Tehát nem foglalkozik, nem diagnosztál senki, gyerek valahogy két hétig rosszul, aztán jól, tehát akkor vírusgazda marad? Persze meggyógyul, hát ez meggyógyult a múlt században is, meg nagyon régen, de kialakultak ezek a szövődmények. Hát ez a legrosszabb. Hát ezért a kiütéses, lázas beteget meg kell mutatni, és minél előbb el kell kezelni a penicillin kezelést. Hát ebben az doktor ügyben úr, lehet hívni. Lesz kérdés valószínűleg. Szerintem sok, lesz, mert hogy ön a mai szakértőnk. Igen. Mondod a telefonszámot, hogy hol lehet hívni. 0630 515 93 99. És? És a TV2 Live applikáció természetesen, mint mindig, azon keresztül is lehet kérdéseket feltenni, és visszavárjuk a végén. Várom akkor a kérdéseket. Köszönjük, hogy eljött. Köszönöm szépen.